Sziasztok! Mikor a nagy német Prémium 3-as bemutat egy új zászlós hajót, egy igazi csúcsmodellt, az mindig egy igazi különlegesség. A BMW esetén ugye ez a 7-es széria, tulajdonképpen a márka zászlós hajója, a luxus limuzin, a technológia csúcsa, minden, amit tud jelenleg a BMW, azt mindig beleteszik az aktuális 7-esbe. Ez itt pedig nem más, mint a G70, a 2022-ben bemutatott 7-es szériának az i7-es verziója, vagyis a teljesen elektromos. És abban, hogy ez teljesen elektromos és egy 7-es széria, tulajdonképpen az első a három nagy német gyártótól, aki egy full elektromos luxus limuzin gyártott le. Hiszen az A8-asból még nincs elektromos, a Merci S-osztályból ugye nincs elektromos, bár ott az EQS, de azt a Merci is bevallotta, hogy az nem egy S-osztály, ez pedig itt ízig-vérig egy 7-es luxus limuzin, méghozzá elektromos kiadásban. Az új 7-es már megjelenésekor is nagyon-nagyon megosztó volt, hiszen, mint látjátok, egy teljesen új orrkiképzést kapott, a lámpákat két részre osztották, a hűtőrács mérete most már minden dimenziójában még nagyobb lett, ez ugye az M-Sport kivitel, itt még sportosabb lökhárítót is kapott hozzá, és azért, hogy ez megérkezik mögöttünk pályán, nem csak lehúzódunk, de egy fél óráig még biztosan elnézést fogunk kérni. Szóval én azt gondolom, hogy az első nagy részlet, amiről érdemes beszélni, az mindenképpen a lámpának a ketté osztása. Ugye a főfényszórót elrejtették abba a fekete részbe, tulajdonképpen egy kicsit így a karosszéria formájából próbáltak csalni, és fölülre pedig Swarovski kristályos, ugye Signature Light-nak nevezett nappali menetfényt, és ugye parkolóvilágítást kapott, itt kapott helyet egyébként az Index is. Nyilván megvan ez a jó nagy hűtőrács, ami aktív, és ennek segítségével, vagy ennek is köszönhetően 0,24-es CD értéket tud, tehát ennek a bazi nagy limuzinnak nagyon-nagyon jó a légellenállása is, elektromos autónál pedig ez különösen fontos. Hogy megosztó-e? Igen, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy nem egy átlagautó, nem egy standard BMW. Talán ugye, aki az E38-at szereti, azt mondaná, hogy ez nem szép. Van, aki azt mondja, hogy ennél még a Bengal is szebb volt. Viszont én azt gondolom, hogy ez az autó, ez már nem csak simán egy 7-es BMW akart lenni, hanem ugye ott van a márkánál az angol luxus márka, a Rolls-Royce, és ez az autó megpróbált arra fele elmozdulni. Az egész autónak az eleje egy ilyen nagyon drabális, nagyon nagy és drasztikus, ugye szinte függőleges, nagyon nagy és hosszú, ugye maga az egész, tehát hogy magas is, tehát azért nekem is bőven derékmagasság fölött ér az eleje, hosszú is, annyira nagy az autó, hogy a 21-szolos kerekek igazából nem tűnnek nagyon nagynak alatta, pedig azért egy 21-es kerék az egyáltalán nem kicsi. Egy ilyen nagyon letisztult oldalforma, karosszériába olvadó kilincsek, aminek egyébként van egy jó kis parti trükkje, ezt majd megmutatom. Itt abszolút érezhető, hogy ilyen Rolls-Royce forma, ugye szinte teljesen lapos tető, itt lecsapódó hátsó, ugye C-oszlop, van hozzá egy kicsi csomagtartó spoiler. Itt van ugye X-Drive, tehát elől és hátul is van motor. 60. Ugye régen a 60 az már a V12-t jelentette, itt ugye ez egy teljesítményszintet jelöl. Jó nagy BMW logó kamerával, diffúzor ugye az M-Sport lökhárító részeként, és a jellegzetes elalakú lámpa, amik egyébként este brutál jól néznek ki, tehát az autó mögött utazni is. Élmény nem csak az autóban. Ebből a 7-es szériából már nincs kettőféle tengelytávú, itt egy van, mindegyik 3,2 méter hosszú tengelytáv, és majdnem 5,4 méter hosszú az autó, és ugye, hogyha megnézzük, ez nyilván arra jó, hogy a hátsó utasnak bőséges helyet kínáljon. Ugye az autónak nagyon menő parti trükkje, hogyha ezt a gombot megnyomom, egy kicsit hátrébb lépek, akkor az ajtók maguktól nyílnak, ez egyébként nem csak hátul, hanem elől is. A hátsó üléseken utazva pedig azért láthatjuk, hogy helyben abszolút nincs hiány. Bőséges láttér, van bőséges fejtér, van fölöttünk egy giganagy napfénytető, ami egyébként éjszaka ilyen nagyon menő fényekben pompázik. Igazából az egész középső ülés az tulajdonképpen egy ilyen lehajtható könyöklő,
vezeték nélküli telefontöltővel, itt van hozzá egy pohártartó is, ki lehet nyitni könyöklő, hogyha pedig ezt így megnyomjuk, akkor egy igazi németes, nagyon precízen megtervezett, ugye dupla pohártartó van itt hátul, ahol kisebb méretű üvegeket simán be tudunk rakni. Ugye ezt így, hogyha visszatoljuk, ugye vezeték nélküli telefontartó, akkor van sí alagutunk, és ugye nyilván itt ez az hátsó ülés, ahol én ülök, ez itt ugye a VIP ülés, ezt így hívják ezekben az autókban, és hogy miért is VIP, ugye itt oldalt van egy igazából 5,5 colos érintőképernyő, amiről az autónak az összes fontos funkcióját tudom vezérelni. Tudom vezérelni a rolókat, tudom vezérelni a vezetési módot, tudom vezérelni a belső hangulatvilágítást, zenét tudok kapcsolni, hangerőt tudok kapcsolni. Hátulról igazából minden saját kényelmemet szolgáló extrát elérek. És, miután ugye ez itt a VIP ülés, hátul meg tudjuk azt csinálni, hogy ezt teljesen lefektetjük, ugye ezeket a kasmír szövet üléseket, ami egy nagyon menő húzás a BMW-től, ugye ez nem full bőr, hanem ez így igazából egy nagyon speciális puha szövet, és ameddig az első ülés ugye előre megy teljesen, föl fog emelkedni a lábtartó, ami remekül így integrálva van az ülésben, nincs külön lábtartó, hanem egy egész igazábolnak tűnik az egész ülés, fölemelkedik a lábam, onnan kijön egy kis lábtartó, hátradől az ülés, és igazából egy ilyen nagyon-nagyon hosszú utat is iszonyat kényelemben tudjunk itt megtenni hátul. És már dőlünk is hátra, tulajdonképpen mint egy repülőgép biznisz osztályán, hátul elutazgatunk, iszogathatjuk a pezsgőnket, ehetjük a kaviárt, ehetjük az epret hozzá, mikor mit szeretnénk, a sofőrünk kellemesen elvezet az autóban, és igazából maximális csöndben és maximális kényelemben tudunk utazni. Természetesen van hátul kettő darab klímazónánk, a hátsó ülés is klimatizált, fűtött, masszírozós, az egyébként egy 1,5 millió forintos extra, de minden megvan ahhoz, hogy maximális kényelemben tudjunk utazni. És ugye ezt a maximális luxust, ezt most már nem csak azzal éri el a BMW, hogy telepakolja technológiával az autót, hiszen egyébként itt van ez a Bowers & Wilkins Diamond nevű hangzásrendszer, ami 4D-ben szól, és ez nem egy ilyen marketing bullshit a 4D, hanem ez tényleg a széket rezegteti motorokkal a basszusnak, és az egész térhatás egy olyan kitűnő élményt ad, mint hogyha élőben ott lennénk egy saját szinte privát koncerten. És amiben még az látszik, hogy a BMW igazán próbál a Rolls-Royce fele pozícionálni, egyrészt az ülések, tehát hogyha megnézzük ezeket az üléseket, nagyon-nagyon jó minőségűek, annak ellenére, hogy ez ugye csak simán szövet. És hogy egy szövet ilyen tud lenni, én azt gondolom, hogy a bőrre szinte szükségünk sincs. Hogy ez a kasmír ülés, ez egyszerűen zseniális. A padló, ami ugye itt van a lábunknál szőnyeg, az egy olyan mély és olyan puha, hogy szinte bűn cipőben rá beleülni. Maga az egész komfort, ahogy ki van alakítva az autó, ahogy így be vagyunk ide téve ebbe a kis ülésünkbe, az egyszerűen elképesztő. És tényleg nagyon-nagyon érezhető, hogy ez a 7-es BMW az előző 7-es BMW-hez képest is hatalmasat lépett elő abban az irányban, hogy még jobban luxus autó legyen. Nem egy ilyen kütyű, nem egy ilyen tech autó, hanem egy igazi, tiszta luxus autó fele próbál haladni a BMW a 7-essel. És nem csak anyagminőségében, hanem azért technológiában sem marad el, ugye a mostani elvártól, az igazi kategória csúcsától. Bár ebben a modellben nincs, de kérhető hozzá ide egy hatalmas cinema display, ami tulajdonképpen egy 27 colos kijelző, nagyon széles vászonnal, ami a tetőről tud lenyílni. Természetesen van saját légrostélyunk, van középen, van itt a B-oszlopon, van ugye saját klímazónánk, és minden szükséges dolog benne van az autóban, amit csak szeretnénk, vagy hogyha éppen nincs, akkor ugye megrendelhető hozzá. Rengeteg nagyon különleges anyagot, és nagyon jó tapintású anyagot találunk az utastérben. Van itt fa, van itt fém, van itt kristály, van bőr, és természetesen van ez a kasmír szövet is. Ugye a kormány az egy nagyon finoman bőrözött, igazi puha bőrkormány. A BMW-nek ez az új generációs kormánya, ugye, ami már
nem igazi gombok vannak, hanem ugye ilyen érintő felületek, és tulajdonképpen ezeken tudjuk vezérelni egyrészt a multimédiát, másrészt ugye ezt a kettő kijelzőt, ami itt előttünk van, ugye ide ki tudunk tenni térképet, ki tudunk tenni kiterjesztett valóságot, vezetéstámogató rendszereket, fedélzeti kompjútert, igazából mindent, amit szeretnénk. Én azt gondolom, hogy rengeteget fejlődött a BMW az előző LCD műszeregysége óta. Ez most már tényleg egy igazi piacvezető, rendkívül jól használható cucc lett. És hát ugye az iDrive 8, ami belekerült ebbe, én azt gondolom, hogy használatában talán egy picit bonyolultabb, mint az iDrive 7 volt. Nagyon sok hasonló méretű, hasonló formájú ikon van benne, és mivel az autónak rengeteg funkciója van, de tényleg rengeteg, mire megtaláljuk, hogy pontosan mit akarunk állítani az autón, azért eltelik jó néhány perc adott esetben. Nyilván a hétköznap használandó, viszonylag sokat használt funkciókat már könnyen meg fogjuk találni, de azért egy ilyen autóban annyi beállítási lehetőségünk van, hogy igazán sokáig el tudunk benne bogarászni. Én is, mikor ugye teszt előtt nézegettem, hogy miket lehet az autóban csinálni, azért igencsak másfél órát el lehet azzal tölteni, hogy csak nézegeted, hogy milyen funkciók vannak benne. Ugye természetesen igazi fa berakás van a műszerfalon, tökéletesen fut a varrás, van egy head-up displayünk, amire navigációt, autóadatokat, igazából mindent ki tudunk ide magunk elé tenni. Ugye kiterjesztett valóságot is tud, ami mutatja a vezetéstámogató rendszereket, és mutatja a navigációt is. Ugye elől is itt van ez a gyönyörű Bowers & Wilkins HiFi rács. Kristályból vannak ugye az ülésállítók, ide fölkerültek az ajtóra. Végig fut ez a kristályszerű, bár ez itt ugye már plasztik az egész műszerfalon, és ezzel tökéletesen elrejtették a légrostélyokat, hiszen itt kapott helyet, és alig észrevehető, hogy ezekkel tudjuk állítani a fújását. Alatta itt van egy vezeték nélküli telefontartó, kettő pohártartó, ami természetesen nyomásra becsukódik, végig fut ez a faberakás, szellőztetett és fűtött könyök, lő van itt középen, ami két oldalra nyílik, itt van alatta egy kis rekesz, kettő USB-C csatlakozó, egy 12 voltos tekker, és ugye ezeket itt szépen becsukhatjuk, a kábelt ki tudjuk közte húzni, hogyha esetleg azon akarjuk tölteni a telefont, nem a vezeték nélküli töltőn, nyilván tud vezeték nélküli Apple CarPlay-t, tud Android autót is, a kesztyűtartót is gombbal tudjuk nyitni, és ugye itt megmaradt az iDrive-nak a kezelőfelülete, ami ugye láttuk, hogy az iX-ben tökéletesen megoldották a fára helyezett gombokat. Nekem egy picit furcsa, hogy itt mégis megmaradt a zongora lak, ráadásul egy olyan felületen, amit tényleg iszonyatosan sokat használunk, nyomkodunk, és ez tényleg én, ami alatt nálam volt az autó, ezt állandóan törölgettem mikroszálas rongyal, hiszen mindig ott van az új lenyomat, a por, minden. Én ezt inkább kialakítottam volna hasonlóan, mint az iX-ben egy ilyen fa felületre. Természetesen ugye az ülések is egy 7-es BMW-ben nagyon-nagyon kényelmesek kellenek, hogy legyenek jó az oldaltartásuk, és hát annyiféleképpen lehet állítani, hogy ha ezt most mind egyébként itt végig állítgatnánk, akkor egy nagyjából másfél órás lenne a videó. Tudunk állítani ugye az ülés háttámla dőlés szögén, tudunk állítani combtámaszt, oldaltartást, tudunk állítani deréktámaszt, előre-hátra tudjuk állítgatni föl-le, bőségesen mindenki a saját hátára, a saját derekára tudja állítani az egész autót. Ezáltal pedig egy olyan kényelmes vezetési pozíciót, vagy éppen utas pozíciót ad, amivel nem csak a hatótáv, hanem a hatótáv négyszeresét is simán, kényelmesen, hátfájás nélkül tehetjük meg. És ugye nyilván ennek az autónak az első ajtaja is elektromosan nyílnak, ami egyébként belülről is kétféleképpen nyitható, van ugye itt ezen a kristályszerű üveg, vagy műanyagon egy gomb, amivel teljesen automatikusan kinyílik, nem kell aggódni, tele van pakolva az autó szenzorokkal, pontosan tudja, hogy meddig nyithat biztonságosan, ha pedig az nem lenne elég, akkor mi, ugye, emberi beavatkozással tovább tudjuk nyitni. Van egy elektromos ajtónyitónk is, ami tulajdonképpen csak kinyitja az ajtót, ekkor a kormány fölmegy, az ülés hátra tud csúszni, tehát komfortbeszállás is van benne.
Ha pedig valamilyen módon az akkumulátor lemerülne, vagy elromlana ez a gomb, akkor itt az ajtóban van egy mechanikus nyitó is, amit így lenyitva elérünk, és akkor ezáltal mindenképpen ki tudunk szállni az autóból. Összességében az i7-es egy nagyon jól sikerült autó, azonban vannak picike részletek, amik valahogy számomra nem adják ki. Egy ilyen az, hogy például a kamera régen ben volt a BMW-jel mögött, hogyha tolattál, fölemelkedett, és ugye nem lett koszos a kamera. Kihozták ide kívülre, a közepe kinyílik, akkor ugye lemossa a kamerát, de ide tették a csomagtartó nyitót, ami nekem egy picit ilyen fura megoldás, ráadásul az összes retek, amit a kameráról lemosunk, az ide rá fog folyni. Ha megnyomom, természetesen elektromosan kinyílik a csomagtér, ami bőséges méretű, reptéri bőröntből körülbelül 4-5 darab simán befér, és a padló alatt még a kábeleknek is van hely, itt van ugye az AC töltőhöz való, és a 220-as kábel is simán elfér, ha pedig ezeket nem visszük magunkkal, akkor ide újabb cuccokat be tudunk rámolni, vannak lefogató cuccaink, nagyon finoman, puhán kárpitozott az egész, egyedül, ami zavaró lehet, itt meglehetősen magas, amin át kell emelni a bőröndöket, tehát hogyha aranyrögöket pakolunk bele, akkor viszonylag nagyot kell majd emelnünk. Ez az elektromos hajtás és ez a csendes suhanás, én azt gondolom, hogy ezeknek a nagy méretű, igazi luxus autóknak valahol igazán belepasszol a karakterükbe. Nem azt mondom, hogy egy benzines vagy dízel motorral egy 7-es BMW vagy egy S-osztály, esetleg egy Audi A8 zajos volt, de azzal, hogy ebben a 7-es BMW-ben ugye ez az i7-es, tehát ez egy full elektromos kivitel, még jobban beleillik az autó karakterébe, igazán csendes, kellemes és nyugodt suhanással tudunk utazni. Megvan benne ez a megnyugtató, igazából a hétköznapokból kiragadó, tehát hogy ezzel egy dugóban is ülünk, tehát hogy abszolút azt érezzük, hogy egy ilyen nyugodt, betesszük a kedvenc zenénket, ami tökéletesen szól ugye ezen a Bowers & Wilkins hifin, tudunk gondolkodni, tudunk akár dolgozni nyilván a hátsó ülésen, és nem megerőltető, tehát hogy amikor végzünk mondjuk a munkahelyünkön, hazamegyünk vele, egy ilyen nyugodt, kellemes környezetben hangolódunk ugye át az otthoni létre, és megvan az a megnyugtató érzés, ami igazából nagyon más autókra nem jellemző. És ez akár a vezetőülésben is jellemző, hiszen ez képes lenne a level 3-as önvezetésre, tehát autópályán már kormányfogás nélkül mehetne. Nyilván ezt Európában nem engedik a törvények, így úgymond Európában csak 2 plusz ez az önvezetési szint. De ez is tulajdonképpen, ha betesszük sávtartó, ugye távolságtartó, ha kitesszük az indexet, akkor ugye, és BMW, tehát van benne, akkor magától vált sávot is, bár ez kicsit valahogy a kormányt is ilyen speciálisan kell fogni hozzá, hogy ez teljesen működjön, de amúgy meg tudja csinálni. Átveszi automatikusan kanyarban a sebességhatár, segít nekünk a kanyarsebesség megválasztásában is, és egy olyan komplex rendszert ad, amiben igazából már talán, hogyha vezetnünk kell az autót, az az érzés, hogy az olyan furcsa, tehát hogy oldja meg magának, elülünk benne, elmasszíroz, klimatizált ülés, zenehallgatás, igazi chillésden. És bár ugye a BMW-ről ugye azt mondják, hogy ez a legjobb vezetési élményt adó autó, én azt gondolom, hogy ez a 3-asra és az 5-ösre abszolút igaz, ez a 7-es BMW, ez sokkal jobban inkább elmozdult a prémium, a luxus, a kiemelten nagy luxust adó márkák, tehát a Rolls-Royce felé, és ez vezetési élményben is azért átjön. Csendes, nyugodt, bőséges teljesítményünk van, tehát hogy 500, ha több mint 530 lóerőnk van, és 740-nél is több newtonméter ugye dolgozik az autóban, eleve összkerékhajtással, és ugye ez elektromos, tehát instant megvan a szükséges teljesítmény, amint a gázra lépünk, az autó megindul. A 0-100-as gyorsulás egyébként 4,7 másodperc alatt van, ami, hogyha megnézzük, hogy ez az autó 2600 kiló körül van, ha még benne ülünk, akkor már igazán 2800 körül is simán belecsúszhatunk. Azért az egy nagyon-nagyon impresszív szám. Jó nagy fékek vannak rajta, tehát megállni is meg tud. A menet dinamikája pedig ugye
biztosítja azt, hogy bárhonnan, bármikor képes megindulni, a maximális sebessége pedig 240 km per óra, ami nyilván így, hogy elektromos, azzal a hatótávunk azért tehát, hogy drasztikusan le fog csökkenni, de ilyen 150-es autópálya tempó mellett bőven 400 km felett tudunk még autópályán is megtenni, átlagos felhasználás mellett pedig ilyen 500 és 550 km között lehet az autóval megtenni egy töltéssel. Ugye tölteni pedig, hogyha akarjuk, és találunk olyan töltőt, akár 195 kW-ot is képes felvenni. Ugye egy 105 kW-os akkumulátor van alatta, és az átlagfogyasztás egyébként így most ebben a 18-20 fokban ilyen 24 kW körül alakul, tehát bőven 500 km feletti hatótávot tudunk. És nyilván én azt gondolom, hogy egy ilyen autónál már nem azt keressük, hogy hogy vadászhatjuk a kanyarokat, bár aktív, ugye felfüggesztés van az autó alatt légrugóval, tehát folyamatosan szintezi az autót, lehet vele gyorsan menni kanyarokba, igazából még talán élményt is ad hozzá, de azért elég szintetikus ez a kormányzás, tehát hogy nem egy ilyen precíz versenykormány, BMW-s, tehát hogy abszolút, én azt aláírom vezetési élményben, de azért nyilván nem az a csütykös sportautó, mint mondjuk egy 3-as BMW-ben tapasztalhatunk, de hát ugye nem is arra való, hanem egy kényelmes utazó autó, ami ráadásul ugye zéró helyi emisszióval tud közlekedni. És hát ugye az áráról egy kicsit én azt gondolom, hogy érdekes téma beszélni, hiszen hogyha összehasonlítjuk a konkurenciával, ugye jelenleg az i7-es BMW az ilyen 55 millió forint körülről indul az alapárban. Ez a viszonylag jól felszerelt példány, tehát ugye speckó kasmírülések, vezetéstechnika, vagy vezetéstámogató rendszerekkel is tele van pakolva, dupla üvegezéssel, és hasonló, ez 71 millió forint. Ami nyilván bődületesen sok pénz, de aki ilyen autót keres, annak még mindig azt mondom, hogy ez így, mint csomag, egyrészt olcsóbb, mint az EQS, ami ugye nem egyes osztály, hanem egy EQS, és én azt gondolom, tehát, hogy amit ad, az viszont több. Bár valamivel gyengébb, mint az EQS, ugye főleg ugye ott a csúcskivitel, ugye az AMG, az 700 lóerő feletti teljesítményt hoz, valójában feleslegesen, hiszen senki nem akar 3,5 másodperc alatt gyorsulgatni 100-re egy villanyautóval, ahogy egyébként 4,7 alatt sem fognak ezzel versenyezgetni, viszont minőségben, érzetben, luxusban én azt gondolom, hogy egy fokkal talán most többet tud, mint az összes konkurencia. Nagyon jól fel van szerelve, nagyon jól kitalálták, és maga az autónak a kisugárzása is azt sugallja, hogy ez egy igazi luxus cikk. És hát ugye egy ilyen autó nem maradhat el anélkül, hogy tele legyen pakolva vezetéstámogató rendszerekkel, mint már említettem, ugye level 2 pluszos önvezetést tud, természetesen sávtartó, természetesen holtérfigyelő, városi vészfék funkció, minden benne van, ami a biztonsághoz szükséges most 2023-ban, és minden úgy van belepakolva, hogy alapvetően jól is működik, tehát hogy nem egy ilyen kipróbálatlan dolog van benne, hanem egy stabilan, jól működő rendszer. Ugye maga az iDrive 8 is már bizonyítottan jól működik, természetesen van benne over the air frissítés, tehát tulajdonképpen folyamatosan kapjuk bele a dolgokat. Lehet olyan dolgokat az autóban egyébként majd a következő felhasználónak, vagy a mostani vásárlónak is, amiket ugye a vásárlásnál nem kért bele extrákat, de például parkolóasszisztens és ilyesmit, ezeket előfizetésként is meg lehet hozzávenni, tehát itt már előjött az, hogy olyan dolgokat is kérhetünk amúgy az autóba, amit ugye utólagosan hát beszerelni kell, de valójában kattintanak egy gombot szoftveresen, és akkor már tudni fogja. És minden olyan dolog megvan benne, ami egyébként 2023-ban a technológia, a kényelem és a luxus csúcsa. Ez volt a BMW elektromos csúcsmodellje, az igazi zászlós hajó, az i7-es. Remélem tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és hamarosan jövök a következő teszttel. Sziasztok!
It sound right, boy.